Ilyen és ehhez hasonló levelet szinte 2 hetente kapok. Így szól a levél. Tisztelt Dr. Lederer András! Kétségbe esetten kérem segítségét. A YouTube-on találkoztam több videójával, majd a weboldalán tájékozódtam, és abban reménykedem, hogy ön és csapata tudná a megoldást arra, a földi pokolra, amit nap mint nap szinte átélek. Sajnos nem túlzok, a szomszéd nemrég telepített hőszivattyújától a fűtési szezon kezdete óta nem tudok aludni. Nem tudok nyugodtan pihenni, annyira hangos. A személyes megbeszélés és ezután a reménykedő várakozás, hogy történik-e valami, nem járt sikerrel. Most már teljesen megromlott a viszony köztünk, és elzárkozik minden számomra kedvező megoldástól és a normális kommunikációtól. Ezért szeretnék készítetni egy nappali, illetve egy éjszakai akusztikai mérést, és ezután birtokvédelmi eljárást indítanék, de a polgári pertől sem zárkozom el, mert így élhetetlen az otthonom. Kérem, jelezze azzal kapcsolatban, kereshetem-e valamikor telefonom. Előre is nagyon köszönöm. Kovács Zsuzsa. Nagyon sok esetben, amikor önök levegős hőszivattyút választanak, akkor mindig megvizsgálják az árát, melyik a legolcsóbb. De többnyire ezzel a legolcsóbbal bukják el a legtöbb pénzt. Mert vagy bíróságra kerülnek vele, vagy mindenféle zajvédő falat kell maguknak építeni köré, és általában az olcsó levegős hőszivattyú és a köré épített hangszigetelő fal az nagyságrendekben kell többbe kerül, mint egy profi, jól megépített, hangszigetelt, halk, profi hőszivattyú. Nagyon sok esetben ugye az ember, amik egy autót vesz, akkor soha nem az érdekli, hogy mikor térül meg. Mi az, amit tudok? Amikor megveszem, már másnap, amikor kigördülök vele a szalomból, már a felét éri. De amikor levegős hőszivattyút, fűtési berendezést vásárolunk, aminek biztosítani kéne az következő 50 évben, hogy nyugodtan, békésen, kellemes, melegleg, probléma nélkül legyen, akkor inkább veszik az olcsót. És az a baj, hogy az olcsó nem véletlenül olcsó. Valójában mi alapján hozták létre 1890 végén magát a hőszivattyút? Megfigyelték, hogy ha ez ember kijön a vízből, akkor teljesen normális, hogy fázik. Miért fázik? Azért, mert róla a víz elkezd párologni, és ehhez a párolgáshoz hőt von el. Ezt úgy tudom fokozni, ha ráadásul én a fejére öntök egy vödör hideg vizet, akkor ez a párolgás még intenzív lesz, még jobban fázol. Tehát ahhoz, hogy a vízből én párát csináljak, ahhoz nekem energiát kell közvetítenem a víztől, amit az emberi testből veszek el. Tehát ez volt az egyik, amit észrevettek, hogy akkor ezzel lehetne valamit kezdeni. A másik valójában a gőzfűtésnek az őse, amikor is vettek egy kuktafazekat, a kuktafazekba vizet raktak, meggyújtották alatta a lángot, ennek hatására a kuktában elkezdett gőzölögni a víz, ami aztán egyre forróbb lett, és utána ezt a forró gőzt elkezdték elvezetni egy másik épületben lévő fűtőtesthez. Először a teteje ugye forró gőz melegítette, majd ez egyre hidegebb lett, lecsapódott, és a végén víz lett belőle. Ezt a vizet visszavezettük egy szivattyú segítségével a kukta fenekébe, akkor valójában létrehoztunk egy olyan körfolyamatot, ahol gyakorlatilag folyamatosan a kukta melegítette a vizet, a gőzt elvezettem egy fűtőtestbe, ahol leadta, visszavezettük a vizet. Itt mi az, ami lényeg? Az volt a lényeg, hogy mindig ugyanannyi vízmennyiséget kellett visszavezetni a kukta fazékhez, hiszen a láng, ami alatta volt, az állandó volt.
Tehát fontos volt, hogy útközben ne legyen gőzveszteség, ne legyen vízveszteség, tehát ahhoz, hogy az egyensúly fennmaradjon, ahhoz erre volt szükség. Ezek után létrehozták a hőszivattyút. Mi a hőszivattyúnak a lényege? Ugye először is azt kell tudjuk, hogy ugye előbb a kukta fazéknál 100 fokon párolgott el a víz. Jelen esetben a hűtő körfolyamatba vagy R134-es gáz folyadékot tudok bevezetni, ami -626 foknál kezd el párologni, vagy egyre inkább az egyre korszerűbb R410A hűtőfolyadékot teszik bele ezekbe a rendszerekbe, ami -48 fokon tud párologni már. Ami azt jelenti, hogy ha veszek itt egy vékony kis lemezke hőcserélőt, elé teszek két olcsó ventilátort, és ezzel a két olcsó ventilátorral akár a -15 fokos levegőt fújom ide be, ez itt ugye -16 fok, akár a -15 fokos levegőt fújom be, akkor az itt lévő R410 gáz itt elkezd párologni. Ha elkezd párologni, akkor ezt az elpárolgott, ugye, mert -48,5 fokon tud már párologni, tehát ha -10-et ráfújom, akkor végképp párolog, mint a csuda, és valójában ezt a párát bevezetem egy kompresszor tetejébe, és itt a kompresszor tetejében nagy nyomással ezt összenyomom, és ezért itt forró gázt tudok csinálni. Ezt a forró gázt vezetem el az épületemben lévő hőleadóhoz, ami lehet padlófűtés, radiátor, fenkoly vagy bármi, aminek a tetején a forró gáz ugye megjelenik, majd a forró gázból egyre hűvösebb gáz lesz, és a végén megjelenik az a hűtőgáz folyadék, ami adott esetben ugye itt a túloldalon -48,5 foknál el tud párologni. Ezt gyakorlatilag itt, amikor itt visszavezetem ezt az első hőcserhez, akkor itt még gáz és folyadék keverék van. Ezt bevezetem egy úgynevezett expanziós szelepbe, és ezért a gáz hirtelen szintén folyadékká alakul, tehát az expanziós után már ugyancsak folyadék van. Melyik folyadék van? Az a folyadék van, ami R410A, vagyis -48,5 fokon párolog. Vagyis, mi a lényeg? Létrehoztam egy olyan körfolyamatot, ahol egy olyan hűtőgáz van a rendszerben, ami -48,5 fokon párolog. Ha -15 fokos levegőt is ráküldök, akkor is ezt elpárolok be, vagy a kompresszorba, megne a nyomása, megne a hőmérséklete, és létrehoztam egy körfolyamatot. Mitől zajosak ezek a hőszivattyúk? Azért, mert az épületen kívül van minden, a elpárologtatás, a kompresszor, ráadásul a hűtőgáz is kimegy az épületből, és forrógáz is bemegy az épületbe, tehát épületen kívül zajlik minden, ami a zajt kelti, és ráadásul ezt egy olcsó fémdobozba teszik, két olcsó ventilátorral, mert nagyon jól tudják, hogy az embereket, amikor fűtésről van szó, csak egy dolog érdekli, hogy minél olcsóbb legyen. Ezeket a készülékeket Ázsiában gyártják az ázsiai embereknek, ahol nem igény a csönd, nem igény, hogy halk legyen. Én többször voltam már Japánban, Kínában, és tudom azt, hogy ott háromszor annyi robogó van, mint a ember, és egyáltalán nem érdekli őket a zaj, csak egy dolog érdekli őket, hogy olcsó legyen, mint a magyarokat. Nézzük, hogy mitől profi, mitől halk a német alfa-inotek hőszivattyú. Attól ugye, hogy gyakorlatilag ugye ebben is hasonló módon ugyanolyan R410 hűtőgáz van itt. Egy nagyon kiegyensúlyozott, nagyon profi, nem olcsó lemezből készült ventilátor van, hanem nagyon profi ventilátor, a széle kicsipkézve, hogy végképp borzasztóan alacsony legyen a zajszintje, hajtja akár -15 fokos levegőt is rá a hőcserélőre, ahol a gáz elpárolog, ezt a elpárolgott gáz bevezetem a kompresszor tetejébe, ahol a kompresszor ugye folyamatosan működik, ebből lesz a forró gáz, ez a forró gáz átmegy egy másik hőcserélőbe, és ez a forró gáz itt ezt a hőcserélőnek ezt az oldalát fűti, előbb-utóbb ugye alacsonyabb lesz a hőmérséklete, majd szintén átalakul folyadékká, a folyadék és gázkeverék megy be itt az expanziós szelepbe, de az expanziós szelep után kinyílik
valójában a cső, lecsökken a nyomása, és ezért itt már folyadék, hűtőgáznak a folyadéka benne. De gyakorlatilag ez az egész rendszer be van dobozolva egy végtelenség hőszigetelt, hangszigetelt dobozba. Semmi zaj nem jön ki, kiegyensúlyozott ventilátor, rendkívül hőszigetelt doboz, szinte semmi zaj nincs, és ami a sokkal jobb az előzővel szemben, hogy itt már befelé nekem 60-70 fokos víz folyik. Tehát ez a 60-70 fokos víz gyakorlatilag már a fűtésre alkalmas, és ebbe ezt már egy szivattyú hajtja, ezt itt egy szivattyú hajtja, tehát akármilyen hosszú távolságra el tudom vinni az épülettől a berendezésemet, tehát nagyon kevés zaj jön ki ezekből a német hőszivattyúkból, de ha mégis úgy döntök, hogy való eldugom a telken bárhol, bárhova, akkor akármilyen hosszan vezethetem a vezetéket, csak szivattyú kérdése, mert a készülékből már forró víz megy ki. Ezt hívják monobloknak, mert gyakorlatilag minden itt készül benne, ami tökéletesen meg van oldva hő és hangszigetelve, és innen az épületbe bemenő vezetéket akármilyen messze már elvihetem, mert csak szivattyú kérdés, hogy hova viszem. Tehát összességében gyorsan rájöttek arra, hogy az ember párolog, a hő, ami ahhoz kell, hogy párologjon, az emberből veszi el. Rájöttek arra, hogy a távfűtést úgy lehet megoldani, hogy itt párologtatok, azt itt lekondenzálom, szövetjén visszahozom. A zajos hőszivattyúk általában az Ázsiából készült hőszivattyúknál nagyon vékony lemezből több ventilátor, több olcsó ventilátorral működtetem a berendezést. Az épületen kívül megy a forrógáz, és az épületen kívül megy a hűtőgáznak a kondenzize is. Tehát gyakorlatilag meghatározott távolságra lehet csak őket egymástól tenni. A kompresszor is és a olcsó ventilátor is nagy, magas zajt keltenek, hisz ahol ezt gyártják, Ázsiában nem szempont, hogy halk legyen a készülék. Tisztában kell lennünk azzal, hogy a víz 100 fokon párolog, az R134-es gáz 26,3 fokon párolog, és R410 mínusz 48,5 fokon párolog. A szuperhalk német alfajöntek hőszivattyúkról annyit kell tudni, hogy ez a bizonyos körfolyamat, ami a zajt kelti, az egy nagyon hőszigetelt, nagyon hangszigetelt dobozban zajlik, ezért kifele szinte nulla hang jön. Tehát nulla hang megy el, ezért egyáltalán nem zajos, de nyilván drágább, mert jobb anyagok vannak benne, a doboz is jobban hőszigetelt, a ventilátor is jobb. Tehát ezért van az, hogy a német hőszivattyúk, amik Európának készülnek, ezeknek nincs zaja, ezeket soha nem jelentik fel, tehát ha rám hallgatnak, inkább egy kicsit többet költsenek, de ezt a profi alfajöntek német hőszivattyút vegyék meg.